és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. A szentmise áldozatot felajánljuk elhunyt Kláráért, Lászlóért és Gézáért. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész városhoz szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig meggyógyított sok beteget, és akik különböző bajokban szenvedtek, és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda. Másnap, korán reggel, amikor még sötét volt, Jézus kiment, elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki, mindenki téged keres. De ő azt felelte, menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert ezért jöttem. És bejárta egész Galileát, hirdette az igét, és ördögöket űzött ki. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Evangélium tanítása legyen mindenkinek. Kedves testvéreim, felhangzik a felszólítás, vagy a fölkérés Jézus felé, hogy mindenki téged keres. Milyen szép lenne ma a 21. századnak az elején is, ha így lenne, hogy mehetnénk Jézushoz, hogy mindenki téged keres. Miért kereste mindenki Jézus ott azon a hajnalon, amikor rábukkant Simon Péter és néhány vele lévő Jézusra, aki valahol egy félreeső helyen az a mennyei atyával időzött. Kereste a vele való közösséget, vagyis imádságban volt. Mert előtte való napon sok beteget meggyógyított, és sok ördögöt kiűzött. És emiatt az emberek keresték, a világ szerint egy nagy lehetőséget láttak benne. Ugyanígy Simon Péter és társai is a világ szerint láttak benne egy nagy lehetőséget. Ilyen még nem volt. Olyan volt, hogy a proféták közül korábban, amelyek jönnek, ők már nem lehettek tanulni, egyes betegeket meggyógyítottak, egyes embereket föltámasztottak, az egész életük folyamán talán egyet Illés proféta, egyet Elüzeus proféta, és akkor erről beszél utána az évszázadokon keresztül mindenki. Most azonban tömegével jönnek hozzá az ördögtől megszállottak a betegek, és tömegével gyógyulnak meg, és küzdi ki az ördögöket. Nagy lehetőség a világ szerint. Képzeljük el, hogy amikor választási kampányok vannak, és fölép egy ember, és gyógyítja tömegesen az embereket, akik oda mennek hozzá. Jézus azonban így válaszol. Menjünk máshova,
a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét. Szó szerint ez van az evangéliumban, az igét. Mert ezért jöttem. Vagyis Jézus földi idejében itt volt a nagy lehetősége az Isten országa hirdetésének. A nagy lehetősége, hogy megnyíljon az Isten országa, ami bezárult minden ember előtt. Hogy most megnyíljon mindenki számára. Az emberek nem ezért keresték Jézus. A mindenki téged keres nem arra vonatkozik, hogy ott toporognak az Isten országa ajtaja előtt, és zörgetnek és kiabálnak, hogy Uram Jézus, nyisd ki nekünk, hogy végre megtapasztaljuk az Isten országát. Ebben a világban is majd a halál kapján, besétáljunk az Isten országa kapján keresztül, abba, amit te készítesz nekünk. Nem ezért keresték Jézus. Jézus pedig ezért. Szent Pál, aki már megtapasztalta a földi életben az Isten országa jelenlétét, ezért az Isten országáért mindent odaadott. És ezzel a keresztényeknek jó példát mutat a mai világban is, hogy ez egy olyan dolog, amiért mindent oda lehet adni. Nem azért, hogy megboruljak a földi betegségemből. Nem azért. Hanem, hogy a földi halál után, a földi eltávozás után besétálhassak oda, ahol valóban nincs betegség. Egy örök létben. És hogy a betegségem ellenére a földi életben megtapasztaljam az Isten országát. Nem úgy, hogy meggyógyulok a betegségből, hanem hogy a betegségben vagyok. És mégis megtapasztaljam az Isten országa örömét és boldogságát. Szent Pál, mint keresztény mondja, hogy az evangélium hirdetésekor ingyen adom az evangéliumot. Nem érdekel az, hogy nagy lehetőség volna ebben, hogy fizessenek nekem. És nem csak pénzzel, hanem hogy emeljek fel merek föl a trónba, és hordozzanak körül. Hogy mindenki engem keressen, mert kiűzöm az ördögöket, meg meggyógyítom a betegeket. Meg kígyót vehetek a kezemben, megmarni, és semmi bajom nem lesz. Mert hogy ez az ő életének velejárója volt, de ő ingyen adta az evangéliumot. És mondja, hogy nem élek vissza az evangéliumban rejlő hatalommal. Vagyis helyesen használom az evangéliumban rejlő hatalmat, ami egyetlen egy dologra szól, hogy az embereket megnyerjem az Isten országa számára, azt mutassam be, és nem helytelenül használom az apostoli hatalmat. E világi lehetőséget látva benne, és így lenne abban a korban egy nagy valaki, hogy tudják mondani, hogy én valaki vagyok. És így folytatja ez a mindenki, hogy mindenki keresi Jézust e világ szempontjából, és szinte senki még Simon sem az Isten országa szempontjából. És Pál így folytatja, hogy bár mindenkitől független voltam, mindenkiért szolgává tettem magamat, önként, hogy mindenkit megnyerjem. Szemben a siraló énekkel, amelyet azok énekelik ebben a világban és ma is, akik az Isten országától távol vannak. Akik azért panaszkodnak, hogy katonasor a földön ez az élet. És hogy napjaim olyan, mint a napszámos napjaim. Vagyis, hogy dolgozom és a munkám bérét nem én élvezem, csak napszámos vagyok. Annak a gyümölcse, ami dolgozok, nem az enyém. Katonasor vagyis szolgálat. És szívesen mennék az árnyékba, vágyakozom utána, de nem lehetek, mint egy rabszolga, akinek kint kell dolgozni a napot.
vagyis síralom ének, katonasor, napszámosság, rabszolgaság, az élet azoknak, akik az Isten országát nem tapasztalják. És síralom az élet, egy egész élet, egy ének, ami síralomról szól. Ha lefekszem, akkor így kérdezem, hogy mikor kelhetek újra. És mire beáll a sötétség, jól lakom kinna. Az Isten országa nélkül biztos, hogy síralomének az egész földvidék. És két síralom között valami érzéki gyönyört használ, és hajhász az ember. Mert az érzékszervei azok működnek. Ízlelés, tapintás, nem érzéki szervek, minden, a szemek érzékisége. Valami jó lehet, és hogy éppen valami nem gyönyörködteti az öt érzékszervemet, akkor síralom az élet. És az élet. Maga az élet egy síralom élet. Szent Pál pedig, mint az evangélium embere arról beszél, hogy ő önként vállalta a szolgálatot. Ő önként rabszolgálja Jézusnak, az evangéliumnak és az embereknek. Mindenkinek a szolgálja lettem önként, bár szabad ember voltam. Mert az Isten országa megtapasztalása olyan, hogy azért érdemes az embernek szolgálatra vállalkozni, másokat is oda vezetni az Isten országához. Mindenkinek minden lettem, mondja Szent Pál, hogy egyeseket, akik hajlandók rá, azokat megnyerje. Vagyis a rabszolgáknak is hirdette az evangéliumot az ő szolgálatára is át, és meg is térítette őket. Ő a rabszolgák szolgálja is lett. A napszámosé is. A katonáké is. Mindenki. Miért is jött Jézus a világba? És ez a kérdés egy kiáltás, hogy miért is van az ember a világban. A válasz pedig Jézusban van. Azt mondja, hogy ő azért jött, hogy hirdesse az igét, az Isten országát. A hit által pedig, amit megtapasztalnak az ige hirdetés befogadásában, megtapasztalhassák az Isten országát. Azt az örömöt, ami nem az öt érzékszerv gyönyörködtetése, hanem a szív öröme, ami bennünk él. Nem kell ráerőszakolnom magamra valamit. Nem kell kutatnom, keresnem. Természetes módon belőlem fakad. Mert az igazi boldogság az nem egy kereset, hanem egy eleve megtalált, a szív bőségéből, az Isten jelenlétből, abból a nyugalomból, hogy úgy élem az életemet, bár szolgálat, bár szolgálatra vállalkozom a többi ember szolgálatára, mégis én vagyok örömmel teli, és én adok örömet annak, aki szolgál, akit ez szolgál. Megtaláltam a helyemet az életben. Ez az Istennel való együttlét a földi életben, amelyet az ember a vele való szembefordulással vesztette. És hogyha nem is vagyok tökéletes, mert sérült vagyok az áteredő bűn miatt, újfent és újfent Jézus új lehetőséget ad a térésre, a hozzávaló térésre. Hogy újfent beteljen a szívem örömmel, hogy újfent nagy lelkűen szolgálja, pedig a szabadságomat nem veszi el, ahogy Szent Pál is mondja. Önként teszem magamat szolgálva, Isten és az emberek szolgálva. És ebben találom meg az örömmel. Ez sokszor és sokféle módon mondja el Jézus, például úgy, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Vagy például úgy, hogy aki meg akarja menteni életét, él a szabadságával, menekül az Isten szolgálatával, az elveszti. Aki én értem is az evangéliummal elveszti életét,
az meg megtalálja a boldogságot. Miért is vagyunk a világban? Nagy lehetőséget szimatoljunk e világ szerint, és amikor megkapjuk, rájövünk arra, hogy mennyi kín és keserűséggel jár, és rettegünk azon, hogy mikor veszítsük el azt a nagy dolgot, amit megnyertünk e világ szerint, és harcoljunk kegyetlenül, hogy megtartsuk. Ez a királyok és a diktátorok félelme és pokla. Vagy pedig szabad emberek maradjunk, pedig mindenki ember szolgáljon elünk. Az evangélium fölszabadító erő és öröme, amelyet Jézus meghirdetett, és mindenki előtt itt van.